A párharc első mérkőzésén a volán szerzett korán vezetést, ezúttal pedig a Villaknak sikerült ez. Brunner góljával a negyedik perc végén kerültek előnybe a vendégek. A harmad közepéig tudták ezt őrizni, akkor egy buli után Bartal is passzolt Erdélyhez, aki a csapattárs önzetlenségét góllal hálálta meg. Pontosan 6 perccel később pedig már vezetett is a Fehérvár. A remek góllövő formával lendült Show mattolta a Villak finn kapusát, így egy gólos előnnyel mehetett az első szünetre a hazai csapat. Onnan visszatérve pedig parád és második harmadot produkált, amelyben 5 perc elteltével Mihály szerzett gólt egy kapustól lecsorgó korongból, majd mindössze 37 másodperccel később jött a negyedik volángól. Megint Show volt eredményes, és a 4-1-es vezetés már előre vetítette, hogy meg lehet a győzelem. Hát még amikor a harmad utolsó másodpercében emberelőiből is betalált a Fehérvár, Sarauer használta ki rutinját, így úgy tűnt simán hozza a második meccset Kevin Konstantin csapata. A harmadik harmadban aztán a Villak is megmutatta, nem véletlenül jutott elődöntőbe, 2 gólt is ütöttek a vendégek. A 41. percben Fleming, az 51-ben Csurnik vette be Tironen kapuját, így úgy tűnt akár izgalmas is lehet a korábban simának tűnő meccs hajrája. De jól védekezett a volán, és miután a Villak 2 perccel a vége előtt levitte kapusát, Bartal is egy üres kapus góllal végleg eldöntött mindent. 6-3-ra nyert, a párharcban pedig ezzel 1-1-re egyenlített a Hidrofehérvár AV19. Találtak egy gólt az elején. Szerintem az első harmadban is mi játszottunk jobban, sőt, domináltunk. Szerencsére sikerült is visszaszereznünk a vezetést, ugye a második harmadban pedig erre tudtunk építeni, és nem elkövetni azokat a hibákat, amiket kint Villakba elkövettünk. Tudtuk, hogy jönni fognak, keményen nyomni fognak, készen álltunk rá, és sikerült még tovább növelni az előnyünket. A harmadik mérkőzést hétfőn este játsszák Villakban, hazai jégen pedig szerdán fogadja riválisát a Fehérvár.